Mai vendégem visszatérő, de kit is láthatnék vendégül a karácsonyi epizódban, ha nem őt. Itt van már velem a sokatok által igencsak kedvelt Juhász Gergely, ókatolikus püspök. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdünk. Üdvözöllek, Gergő. Gergely? Ahogy hogy hívjálak? Mi a jobb? Ahogy jól esik. Okay. Ugye júniusban volt az első beszélgetésünk, amit megnéztek azóta 310 ezeren. Milyen visszajelzéseket kaptál? Elég pozitívakat. Tehát úgy személyesen is, mint többen rám írtak, megkerestek, templomba is lejöttek többen megnézni élőbe is, hogy ki ez a ember, akit hol hallottak itt a poszkettetben. Pozitív visszajelzés. Emelek a koncert rajongók, tudod, meghallgat egy hogyan énekelsz élőben is. Tehát gyakorlatilag majdnem így nézett ki. Mondom, pozitívan csalódtak. Igen, igen. Nagyon sokakkal azóta is megvan a kapcsolat. Azóta már például a riportnak köszönhetően esküvőköttetett. Tényleg? Igen, mert hosszú évek óta nem tudták elintézni az egyházi esküvőket, mert mindig belekötött valaki valamibe. Nem voltak megkeresztelve, vagy mi volt a probléma? Meg voltak keresztelve, ja. De akkor az egyik nem volt megbírmálva, de a másik az meg református volt, és nem tudom, és akkor mindenkinek baja volt mindennel. Ezek akadályok tényleg? Elvileg nem lenne az, de hát ugye tudjuk, hogy működnek ezek a dolgok. Ha akarok, akkor találok akadályt. Tehát ennyi. De ez a pénzről szól? Miről szól? Tehát minden arról szól. Aha. Minden arról szól. És akkor eljöttek és megkerestek, hogy mi lenne, hogy ez semmi gond, gyertek, és akkor esküdjünk, és akkor megesküdtek, és boldogok. Keresztelők születtek így szintén hasonló módon, hogy hosszú hónapok teltek el, sőt volt, ahol már 3 éves volt a gyerkőt, és még mindent tudták megkereszteltetni, mert mikor a anyukába kötöttek bele, hogy az most nem tudom, mikor a keresztülőkbe, hogy az azért nem lehet, mert. Tehát minden gond és baj volt. És akkor jöttek, hogy nem lehetne esetleg, de hogy nem, gyertek, megcsináljuk. Tehát nagyon pozitívan jött egyébként vissza az egész történet. Ugye a podcast kapcsán volt egy felháborodás, egy elhatárolódás veletek kapcsolatban. Persze, ugye ott az Dr. Dulai Rolanddal tisztáztuk egy következő videóban, de azt nem nézték annyira, mint a te videódat. Úgyhogy szerintem itt egy néhány mondatot tegyük tisztába, hogy mi is történt ott pontosan, hogy a dolgokat, vagy így a kétséget eloszlassuk. Tehát tulajdonképpen ugye azt én mondtam egyébként, hogyha figyelmesen hallgattátok annak idején, hogy az ókatolikus egyház sem egységes. Tehát az ókatolicizmus is több irányvonalat képvisel. Magyarországon jelenleg 3 irányvonala van az ókatolikus egyháznak. Van a Skántoni Unióhoz tartozó ókatolikus egyház, aki magát itt Magyarországon, mint magyar ókatolikus egyház jegyeztette be. Van a szabad katolikus vonal, a Liberal Catholic Church, a párizsi vonal, ők is be vannak Magyarországon jegyezve, mint szabad katolikus egyház. És van a mi vonalunk, mi a Szent Apostolok Társaságához tartozunk, mi pedig a független ókatolikus vonal vagyunk. És ugye bejegyzésünk szerint Krisztus keresztje keresztény egyház. Na most, akik elhatárolódnak mindig mindentől és mindenkitől, az a Skántoni Unióhoz tartozó német keresztény katolikus egyház magyarországi missziója, akik itt Magyarországon, mint magyar ókatolikus egyház vannak beéve, tehát ők nem mi vagyunk. Lehetnénk akár, hiszen mind a ketten ókatolikus közösség vagyunk, olyannyira van egyébként közös gyökerünk, hogy az ő egyházuk jelen pillanatban azt hiszem 4 lelkésszel működik, 2 gyülekezettel, és ebből a 4 lelkészből az egyik lelkészük, az valamikor nálunk volt püspök, egy másik lelkészüknek a papszentelését mi intéztük, tehát tulajdonképpen lehetném nagyon szép békében és szeretetben egymással. De a Skántoni Unióhoz tartozó ókatolicizmus, ő kijelenti magáról, csak ő és senki más. Holott egyébként alapvetően 5 ága van az ókatolicizmusnak, ebből 3 Magyarországon is létezik. Tehát az elhatárolódásnak az oka az volt, hogy ők mindenképpen jelezni akarták, hogy ez nem az az ókatolicizmus, mint amit ők képviselnek. De hát határolódjanak el, áldja meg a Jézus őket. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy érdekes módon mi nem szoktunk tőlük elhatárolódni, vajon miért, mert mindig az kiabál, akinek a házaik. A különböző fórumokon, például a Reddit-en, nem tudom, hogy nem vagy vele tisztában, jó, oké, ott mind a kettőtöket álpapként bélyegeztek meg. Persze. Az álpap megfogalmazás, ez honnan ered, vagy ez miből fakad? Azt tudom, hogy a Rolandnál itt volt ugye egy botránya
Vasvári Viviennel, aminél ugye ő meg lett bélyegezve ezzel az ÁPAP jelzővel. Nálad ez honnan ered, vagy ez miből fakad? Nem, tulajdonképpen ugye itt megint egy érdekes dolog van. A római katolikus anyaszentegyház szemében csak az a pap, akit ő szentelt pappá. Mivel a többi egyház, a protestáns egyházaknál nem beszélünk papságról, csak lelkészről, tehát őket nem álpapozza le, hiszen azok lelkészek és nem is papok. A többi katolikus egyházat, lett légyen szó mi, vagy akár az kantoni katolikus papság, vagy akár a liberál katolikus, vagy az mindegyik számára áll pap, mert nem ő szentelte pappá, és nem fogadja el a pap szentelést. Ezzel annyi a probléma egyébként, hogy ugye a papszentelés elfogadásához az, hogy érvényesen pap legyen valaki, ugye annak egyetlen feltétele van, hogy egy olyan püspök szentelje őt föl pappá, akinek az apostoli jogfolytonossága érvényes és megkérdőjelezhetetlen. Innentől kezdve az a papszentelés érvényes. Akkor is, hogyha ezt el akarjuk fogadni, akkor is, ha nem akarjuk elfogadni. Érdekes módon az ortodox egyházak papjait elfogadják papnak. Azt mondják, hogy az ortodox püspököknek megvan az apostoli jogfolytonosságuk, azt valamiért elismerik, még a többi katolikus egyházét meg nem. Hát ez lelkük rajta, megint csak azt tudom mondani, az én szentelő püspököm, meg aztán később a püspök szentelő érsekemnek az apostoli jogfolytonossága visszavezethető egészen a szakadásig, az 1870-es évekig, amikor is Rómában szentelték az akkori valakit püspökké, és innen van a jogfolytonosság. Tehát igazságosan megkérdőjelezhetetlen az, hogy teljes érvényességgel és teljes jurisdikcióval rendelkezünk. De mi az alapvető probléma itt? Pénzről van megint szó, pénz, vagy pedig felfogásbeli különbségekről van szó? Neked, hogy ezt az egész világot egyébként sajnos a pénz mozgatja, az egyházakat is. Tehát mindenkit a pénz mozgat. Tehát szültanúja voltam annak, amikor azt találta mondani egy római katolikus kolléga, egy másik római katolikus kollégának, hogy miért tárgyalsz velük, mennyi pénzt elvesznek tőlünk. Ezt én hallottam itt Budapesten egy papi öltözőbe, egy temetőbe. Nem tudták, hogy benn vagyok. Tehát mindent a pénz mozgat. Mindent a pénz mozgat, mert itt mindenki a saját kis pecsenyét szeretné sütögetni. Mivel semmi gond nincs, mindenki sütögessek, bájiknek a kedves egészségére, csak az a baj, hogy úgy sütögetik a pecsenyéjüket, hogy még azt se engedik meg, hogy odaszólj nekik, hogy figyelj, sózd meg, mert ez így nem lesz. Értem. Pedig az ember csak segítene. Értem. Ugye az epizód, ez karácsony szenteste előtti nap élesedik a YouTube-on, és a karácsony ugye egy nagyon fontos vallási ünnep. Arra lennék kíváncsi, hogy mit szóltok ti egyházi vezetők, papok ahhoz, hogy a karácsony az elkereskedelmisedett, tehát hogy tulajdonképpen nem is Jézus születését ünneplik az emberek, hanem a szeretet ünnepe címszó alatt tulajdonképpen egymást ajándékozzák meg. És ugye ez tulajdonképpen a kereskedelemről szól már elsősorban, nem annyira a hitről, a vallásról, vagy pedig a vallásról. Nektek ez hogy esik, vagy ezt hogy fogadjátok? Most figyelj ide, ez egy olyan dolog, tudod, hogy ugye a karácsony alapvetően kéne szóljon békéről, szeretetről, odafigyelésről, családról, leginkább Jézus születéséről, kéne a bejlillatnak szállnia, és mindenkinek boldognak kéne lennie. Most ehhez képest miről szól, ahogy te is mondtad, mert valóban ez van, szól arról, hogy rohanunk, futunk, még az ajándék nincs meg, minél többet, minél nagyobbat lehet. És egymásra kell átlépve, egymásra dudálva, szitkozódva. Tehát a béke, meg az odafigyelés, na az, ami pont nincs meg. Miért? Gyakorlatilag ez valahol... Ez nagyon régre nyúlik egyébként vissza, amikor az ünnep elvesztette az igazi varázsát. Én, ahogy utána néztem a történelemben, ez valahol ott a 800-as évek környékén indult el. Hát igen, tulajdonképpen a francia forradalom magasságában, amikor eljutottunk odáig egy részen, hogy elkezdtük már tagadni az Isten. Tehát jött az ateizmusnak egy szele. Az első hulláma. És onnantól kezdve elindult valami, hogy a karácsonyt azt nem tudták kitörölni,
de nevezzük el, ekkor jött Jézus születése helyett már a szeretet ünnepe. Aztán lett a család ünnepe. Emlékezzünk vissza, amikor a kommunista világrendszer elindult, megint csak eltörölve hitet és vallást és egyházat, akkor fenyő ünnepet csináltunk belőle. Tehát muszáj volt valamit csinálni, mert a karácsony valahol mélyen mégiscsak benne az emberedben, hogy ez van. Olyan szinten át lett ideologizálva, hogy mára nem maradt más belőle, esetleg fenyőünnep, egy kövérhasú, piros ruhás Mikulás, akinek megint csak köze nincs a karácsonyhoz, szegénykémnek. Én Amerikában a Mikulással azonosítják ugye a karácsonyt. Igen, tehát ez egy külön agyvérzés, tehát hogy szegény Szent Miklós szerintem ringispült jár a sírjába, hogy mit keresjük karácsonykort, mindegy, meg kéményen, meg nem tudom, de legyen. Tehát ha ott, én nem bánom, mindenki úgy csinál, hogy akarja, amíg a lényeg nem veszik el. A lényeg viszont olyan szinten elveszett, hogy a karácsony már nem a békülés a szeretetről szól. Tehát karácsonyi, családi összejövetelek nem tudnak szeretettel megtörténni. Mert már azon filozofál a család, hogy Mariska nénét nem fogjuk meghívni, mert ő mindig olyan ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg be fog szólni. Hol van az, amiről kéne, hogy szóljon? És akkor visszadobom az ajándékot, mert csak ennyit bírtál venni. Tehát, hogy mérecskélem, hogy akkor én most vettem neki 50 ezerért, vajon az enyémben mi lesz? Nem, keveset vettem, sokat vettem. Ha jól értem, akkor az 1800-as évek elején is összegyűlt a család ünnepelni Jézus születését. Viszont nem volt például ajándékozás. Aha. Az ajándékozás egyébként megvan a keresztény világban maga hagyománya, csak nem karácsonykor, igaz lehet, hanem vízkeresztkor. Hiszen vízkeresztkor vitték az ajándékot a kis Jézusnak a három király. És ebből volt meg az a keresztény hagyomány a keresztény világban, hogy vízkereszt napján megajándékozták egymást az emberek. Nem csak a családtagot, a szomszédot is, a boltost is, a nem tudom én, hogy kit, mint tanítót, mindenkit. Ez volt a szokás, és ez ennek az emlékére volt. Ma karácsonykor ajándékozunk, mondván, hogy hozta nekünk a Jézuska, meg az angyal, meg mikor éppen hol kihozza. És én kapok ajándékot, ami nagyon szép, csak nem nekem van születésnapom, hanem igen. Jézus Krisztusnak. Neki milyen ajándékot adnak ezek az emberek? Megint a lényeg tűnik el. Mert természetes, hogy nem az lesz az ajándék, hogy a templomba bedobok még egy tizedet a persejbe. Az is jól fog jönni, nem erről van szó. Jézusnak azzal tudna ajándékot csinálni, hogy akkor, amikor elrohan, és még 100 000 forintért elepakolja a kocsiját, akkor legalább egy 2000 forintért vásároljon már egy szegény embertársának is. Hm. Ez lenne az ajándék. Én majd szeretnék rátérni egyébként majd a jelenlegi helyzettel kapcsolatban egymás megsegítésére, meg egymás felkarolására, hogyha valaki éppen bajban van, és aki megteheti, az nyúljon alá, segítsen neki. Későbbében erről beszéljünk egy kicsit majd bővebben. Az érdekelne most engem, hogy a találkozó fiatalokkal, ők egyébként tisztában vannak azzal, hogy az ünnep miről szól? Tehát, hogy tudják, hogy ez miből ered, vagy van valamiféle benyomásuk, de hogy nem mélyülnek el benne, és valójában az ajándékozás az elsődleges. Ez egy érdekes dolog egyébként, mert azt tapasztalom, hogy egy elég nagy fiatal társaság vesz engem körül, ilyen 18-20 fős jó, társaság. Ők hívők. Ő nem feltétlenül. Tehát ők nem templomi társaságról beszélünk. Ja, értem, hogy a civil életedben. Egyetemisták, meg nem tudom, micsodák, és egy nagyon jó kis baráti társaság, akik azért közbe-közbe évente 2-300 templomba is beesnek, amikor megkérdezik, hogy atyus, most van a nagy ünnep, most kell menni, most gyertek fiaim, és akkor jönnek. Azt tapasztalom például náluk, ugye teljesen vegyes a társaság. Vannak, akik vidékről származnak, vannak, akik született pestiek, vannak, akik bár Pesten születtek, de gyermekkoruktól kint éltek külföldön, most meg hazajöttek. Tehát nagyon vegyes a dolog. Akik vidékről származtak el, vagy legalábbis van még vidéken egy nagymama, akihez lejárnak rendszeresen mondjuk karácsonykor. Nekik még úgy megvan, hogy miről is kéne szóljon az ünnep. Mm-hmm. Nagyjából még úgy megvan, hogy igen, az hozzá tartozik a karácsony, hogy az nagyikával együtt elbalagunk a templomba is, mert hát mégiscsak Jézus születéséről van szó. Már a fővárosi emberekéknél jóval kevésbé van meg, hogy egyébként ez hozzátartozna az ünnephez, mert mégiscsak ezt ünnepeljük. Azoknál pedig, akik mondjuk külföldön leéltek egy 10-15 évet, azoknál meg egyáltalán nincs meg. Tényleg?
egyáltalán nincs meg. Tehát olyan szinten kizárólagosan. Tehát ilyen aprócska dolgok például, hogy ugye itt van rajta is a grincses pulcsi. Ünnepező öltöztem, tudod. Igen. Ugye például a grincsfák, ugye most ez nagy divat, ez a grincsfa eszementség, ami azért egy eszement dolog egyébként, ha nagyon szépen, nem erről van szó, csak azért eszement dolog, ha belegondolunk, meg ki is volt az a grincs. Pont aki a karácsonyt ellenezte. Karácsonyt ünnepeljünk egy olyan jelképpel, ami a karácsonyt ellen. Jó, te grincs is amerikai származék, és érted, Mikulás sapka van rajta. Persze, tehát, hogy persze. Nem tudom, hogy Amerikában hogyan állnak hozzá a karácsonyhoz, mert ugye a Mikuláshoz az ajándékot ott, tulajdonképpen. Ott a Mikulás van, gyakorlatilag jó, hát a templomokban elmondják, hogy egyébként Jézus születéséről lenne szó, úgy mellesleg, de úgy annyira nem hagyja meg őket. Tehát nem jellemző, nem jellemző. Érdekes, hogy például még itt Európában azért, például egy Angliában, nem beszélve a mediterrán országok, Olaszország, Spanyolország, ott azért még mindig hozzátartozik az ünnephez a Jézus. Átmész a tengeren túlra, és Jézust úgy itt hagyták. Tehát Kolumbusz itt felejtette, mikor átment. Nem. Miközben egyébként egy papírforma szerint nagyon vallásos nép, például Amerika. Hát igen. Mindehhez képest. Tehát mondom, a fiataloknál is ezt lehet látni, hogy egyre inkább, hamarabb megvan például a Mikulás feeling karácsonykor. Tehát az Amerikából szépen mindent átszipkázunk. Az hamarabb megvan, az, hogy karácsonyi partit tartanak, tehát ugye ez egy amerikai szokás, nem a családdal ünneplek, hanem partit tartok. Tehát ez a elvész, egyre inkább elvész. Mit gondolsz, hogy Isten mit szól ehhez, ha látja? Hát én úgy gondolom, hogy a jó Isten először is rázza a fejét, hogy kicsit úgy érezheti magát, tudod, mikor születésnapodon nem köszönt föl senki. Pedig te várod. Mindenkinek elmondtad, hogy most van a születésnapod. Jó hangosan. Kiírtad a Facebookra. Facebook, TikTok, anyám, kiutya, nem tudom, mi minden van. Mindenüvel kiírtad, mindenkinek elmondtad, és elfelejtenek felköszönteni. És helyetted köszöngetnek valakit. Meg valakiket. Te meg ott vagy, és mondod, hogy hát, köszi. Nem lesz ennek jó vége. Ugyanis gyakorlatilag kicsúszik az a fajta talaj az emberek lába alól, amit a hit és a hagyományok adnának. Persze, ilyenkor mindig azt szokták mondani, hogy miért baj az, ha új hagyományok is születnek. Nem baj. Jöhet, vannak hagyományok, és jöhet mellé új. De ne helyette. Mert mindenkinek megvan a sajátja. Tehát most én nem várom el, nem tudom én, Indiába, hogy a nem tudom melyik istenség születése napja helyett ünnepeljék Jézus Krisztus születését, ünnepeljék azt is, ha akarják, mert az az ő hagyományuk. Nekik attól lesz meg a talaj a lábuk alatt. Mert már 1000 éve is azt ünnepelték. Ez meg a mi hagyományunk. Tehát be lehet emellé emelni a Mikulást egész nyugodtan. Bánya kánya. Csak ne felejtsük el magát az alapot. Meg van egy Mikulás ünnepünk tulajdonképpen, nem? Nekünk van tehát, saját Mikulás ünnepünk, azért. Ami ráadásul akkor van, amikor lenni kell, tehát, hogy nem toltuk el szegénykét két héttel arrébb, hanem tényleg akkor van, amikor kell. Tehát legyen meg az alap, és legyen meg a miértje. Miért ünneplek Mikulást akkor? Mert akkor van az ünnepe Szent Miklósnak. Miért ünneplek karácsonyt ekkor? Mert hagyományaink szerint, tehát nem is a hagyományaink szerint, ugye a zsinat rendelése szerint ekkor ünnepeljük Jézus Krisztus születését. Tehát, és azt ünnepeljük már, ami van. Ez kicsit úgy néz ki, tudod, hogy március 15-én megünnepelni az április 4-ét. Két külön ünnepről beszélünk. Nem jó össze most. Ugye a nevetekben ókatolikus, benne van a katolikus szó. Nálatok is van éjféli mise karácsonykor? Van, természetesen. Tehát éjfélkor éjféli szent mise van, és ünnepnapján pedig ünnepi nagymise délután 10-kor. Tehát van éjféli szent mise, ami persze nem mindig éjfélkor kezdődik, mert ugye, jó, itt a központi kápolna Vörösmarty mindig éjfélkor van,
A többi kápolnában meg hát ahogy odaérünk. Tehát van, ahol már 8-kor éjféli misét tartunk. Jöjjünk a turnéztok? Turné. Én például nem is fogok most itt Budapesten éjféli misét mondani, én vidéken fogom mondani az éjféli misét, de első napján már itt misétek Budapesten. Tehát, és akkor a vidéken hogy van, hogy addig begyűlnek a templomba, a kápolnába, és akkor várják, amikor érkezel meg? Nem, ugye megvan szabva az időpont. Be van az időzítve nagyjából. Megbeszéljük, hogy akkor nem tudom, 10 órakor tartjuk. De azt hiszem, ez egy közösségi esemény is egyben, tudod, hogy akkor várnak rád, és akkor beszélgetnek addig. Vidéken ez még működik, tehát valóban egyébként elmennek ők korábban, és akkor átbeszélgettek, énekelgetnek, nagyon jól el vannak, és várják, hogy akkor mikor kezdődik a mise. De egyébként ez faluhelyen, legalábbis amikor még én gyerek voltam, a római templomokban is így volt. Tehát a Szösőhámorban mentünk az éjféli szentmisére, az úgy nézett ki, hogy szerintem 10 órakor elindultunk otthonról, pedig a szomszédosabb volt a templom, és jött az egész falu, és mindenki ott egy kis süteményt, egy kis forradat volt, egy kis temtemény bubánat, tüzet raktunk a templom előtt, melegedjünk, ne fájdunk, és beszélgettünk, és tényleg volt egy hangulata, az egész falut összegyűlt, és volt egy közösségi élmény, és akkor megvártuk az éjfélt, addig énekelgettünk, és éjfélkor megvolt a mise, és ennek volt egy hangulata. Nálunk még ez úgy működik a mi gyülekezeteim bevidéken, egyre kevésbé egyébként teszem hozzá, tehát itt is azért higul a történet, de azért még megvan. Ennek az éjfélnek egyébként van valamiféle oka? Igen. Hogy ez nem vagyok tisztában. Lehet, nem véletlenül éjféli mise, és ez egy nagyon nagy fájó pont egyébként, nem csak nekünk ókatolikusoknak, de római katolikus testvérektől is hallom vissza, hogy ugye Ferenc pápa nem éjfélkor tartja például Rómában a nagy misét, hanem este 10-kor, azt hiszem, vagy 9-kor. Azért fájó pont, mert ennek megvan a maga miértje. December 24-e az még nem karácsony. Uh-huh. Nem karácsony. Tehát hiába akkor, vagy a Jézuska, meg minden, az még nem karácsony, hanem éjfélkor lépünk be a karácsonyba. Tehát az igazság szerint december 25-e első szentmiséje 00:00. Uh-huh. Tehát annyira örülünk, hogy ahogy beérkezünk abban a napban, már kezdjük is a szentmisét. Tulajdonképpen kétszer van az éven, kétszer lenne az éven éjféli szentmise, az egyik a karácsonyi, másik pedig a húsvéti. Mert hogy ugyanezt történik húsvétkor, hogy már nagy szombaton este megtartjuk a feltámadási szertartást, pedig igazság szerint Jézus még a sírban van. Hiszen húsvét vasárnap hajnalban támad föl. Éppen ezért hagyományosan az nagy szombaton éjfélkor, tehát húsvét vasárnap 00:00-kor kéne elkezdeni. Most tökére fog tűni szerintem a nézők előtt, de meg fogom kérdezni, mert szerintem sokat nem tudják ezt. Tehát a szenteste nem akkor született Jézus, hanem 25-én? 25-én. Csak a szenteste, az miért szenteste? Ez egy érdekes dolog, ez sem egyébként egy nagyon régi dolog, megint csak ott valahol a... Hát igen, ez is valahol ott az 1800-as évekbe ment át, jött át egy nappal korábbra. Az 1800-as évek elején volt egy zsinat, ahol elrendelték a vigíliát. Mi azt jelenti, igen, bum, nem tudom, mit jelent. Azt jelenti a vigília, hogy elővételezés, előünnep, vigília. És gyakorlatilag ekkor engedélyezi a pápa, hogy aki nem tud vasárnap elmenni templomba, az menjen el szombaton este, és az már olyan, mintha vasárnap lenne. Tehát szombaton délután 3 órától vasárnapot ülünk, már a következő napot üljük meg. És ugye így jött be ez is, hogy akkor tartsunk 24-én, mi már előre ünnepeljük meg a 25-én. Előre a medve bőrére, igen. Így van. Nem véletlenül például nagyon sokáig ezt úgy is mondták, hogy karácsony viliája. Uh-huh. Tehát nem karácsony, hanem karácsonynak a viliája. Tehát elővételeztük ezt az egész történetet. Egyébként a pápa azért engedélyezte ezt az egész dolgot vasárnapokra, ünnepekre, stb. Egy napon, mert hogy ennek megint csak volt hagyománya az Ószövetségben, ne felejtsd el, a zsidó népnél, ugye a szombat az mikor kezdődik? Pénteken este a csillag feljövetelétől. Tart szombat este a csillag feljöveteléig. Gomnyomás nélkül. Gomnyomás nélkül. És gyakorlatilag éppen ezért ott már megvolt az elővételezésnek a hagyománya, és ezért mondta Szent, hogy hát akkor csináljuk mi is. És így kerül el gyakorlatilag a köztudatban a karácsony december 24-ére, hogy az már akkor ott elkezdődik. Mm.
És Ferenc pápa miért 10-kor tartja? Na, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy ezt nem indokolta meg, vagy nem adott rá választ? Semmilyen választ nem kaptam, hogy mi ennek az oka. Azt tudom, hogy János Pál mindig éjfélkor tartotta, Benedek pápa, ő még az elején éjfélkor tartotta, utána levitte 11 órára, nem tudom miért. Ferenc pápa meg úgy emlékszem, hogy 10-kor tartja mindig, vagy 10-kor, vagy 9-kor, nem tudom. Hogy ennek mi az oka, halványgőzöm nincs, igazán nem látom okát, mert illetve lehet akkor is szentmisét végezni, az egyház előre szentmisét, és létezik olyan, hogy karácsony előesti mise. Lehet, hogy azért csinálja ezt, hogy aki el akar menni a helyi templomba, az el tudja menni éjféli misére? Nincs kizárva. Mm. Nincs kizárva, azért mondom, hogy nem tudom, hogy pontosan mi az oka, és nem is lenne ezzel semmi gond, ha nem éjféli misét mondana 9-kor vagy 10-kor, hanem előesti misét, mert hogy ilyen létezik, benne van a misekönyvben, karácsony előesti mise. Az is karácsonyi mise már, csak teljesen más szövegekkel, más szentírási részekkel, stb. Tehát, hogy mégis nem összekeverendő az éjféli szentmisével. Mennyire sokan vannak egy ilyen éjféli misén? Mert hogy azért egy nagy ünnep és nagy esemény, igen, azt gondolom, hogy tele van a templom. Nagy esemény és a tendencia, hogy egyre kevesebben. Egyre kevesebben, különösen itt Budapesten. Ugye ennek az az oka egyrészt, hogy például Budapest viszonylatában nézed. Ezért nem tartasz te idén évfélkor Budapesten, mert kevesen vannak, és tudod, a nem mész, hogy kevesen vannak, értem. Például itt Budapesten nehéz a közlekedés. Ugye leállnak a buszok, villamosok, mindenki leáll, nem tudom, délután 4-kor, akár hány órakor. És aki nem közvetlenül a templom környékén lakik, az már nem tud eljönni, mert azért valószínűleg a vacsorához csak megívott egy kis édeset, és akkor már ugye nem ül kocsiba. Tehát nehéz az eljutás. Jobb esetben, igen. Jobb esetben, és bízunk benne, hogy nem. Tehát nehézkes az eljutás. Idősek úgy vannak vele, hogy sötét van, hideg van, félek. Nem merek eljönni a sötétbe. Tehát egyre kevesebben vannak az éjféli szentmiséken, és ez nem csak nálunk alapvetően egy tendencia, ezt hallom a többi kollégától is. Vidéken ott még megvan az a bája az éjféli szentmisének, hogy gyalog el tudsz ballagni a templomba, a faluba, és akkor valóban egy közösségi élményként az benne van ez a dolog. Ott azért még megy városi helyeken egyre kevésbé. És ugye az is benne van, amit mondtam ugye az elején is, hogy az ünnep kezdi elveszteni az igazi lényegét. Éppen ezért is kevesebben jönnek az éjféli misére. Az ünnepek közelettével, betoppanásával egyre többen keserednek el, és kerülnek nagyon-nagyon mély pontra, főleg akik egyedül töltik a karácsonyi ünnepeket. Úgy tudom, hogy meg is emelkedik az öngyilkosságoknak a száma. Te, mint püspök, mit tudsz mondani azoknak, akik mondjuk esetleg nézik ezt a beszélgetést, és nagyon maguk alatt vannak, mélyen vannak lelkileg? Hogyan vészeljék át ezt az időszakot? Éppen most vasárnap prédikációmban beszéltem erről, hogy nagyon sok családnál fog eljönni az a első karácsony, amikor valaki nem lesz ott a asztalnál, és nem lesz ott a fa alatt. Kvázi jobbik eset, ha csak egy valaki hiányzik, de a többiek ott vannak. A még borzasztóbb helyzet, amikor eleve csak ketten voltunk, és az a valaki már nincs mellettem, és egyedül ülök le a karácsonyi asztalhoz, és egyedül állok a karácsonyfa mellett. Ilyenkor jön be az a dolog, vagy kéne, hogy bejöjjön, amit tudom, hogy borzalmasan nehéz elhinni, megérteni és átértékelni, de mégis valahol meg kéne ezt tenni, hogy nem vagyok egyedül. Akkor sem vagyok egyedül, ha nem látok konkrétan a szememmel magam körül senkit. Akkor sem vagyok egyedül. Nem vagyok egyedül, mert az, aki eltávozott, az ugyanúgy itt van velem. Régi szép hagyomány volt magyaroknál, hogy egy éven keresztül ünnepeken megterítettek az elhunytnak is. Pont azért, hogy érezzük, hogy ő attól még itt van. Tehát ezt valahogy tudatosítani kéne magunkba. Arról meg nem beszélve, hogy ha a karácsonynak az igazi lényegét megértem, azt a lényeget, hogy Jézus Krisztus azért született le erre a földre, hogy te soha ne légy egyedül. Mert ha senki más, de ő ott van veled. És akkor már nem lehetsz egyedül. Ha ezt megérted, és rádöbbensz arra, hogy nem attól lesz karácsonyod,
hogy 150-en álljuk körbe a karácsonyfát. Nem attól lesz karácsony, hogy megvan sulva a beigli, meg megvan pucolva az ablak, hanem attól lesz karácsony, hogy béke lesz a szívedbe. Egy olyan lelki békéd lesz akkor is, ha egyedül ülsz az asztalnál, akkor is, hogy egyébként a gyász nehezedik rád, akkor is, ha éppen betegséggel küzd, egy olyan lelki béke lesz rajtad úrrá, melyben tudod, hogy ezeket a nehézségeket, problémákat nem egyedül kell elviselnem. Mert azért született Jézus, hogy ezt nekem ne egyedül kelljen elviselnem. És akkor lehet valahogy átlendülni rajta. Akiknek nincsen meg ez a lelki békéjük, ez a biztos hitük, az a talaj ott a lábuk alatt, hát azoknál jön be ilyenkor egy nagyon-nagyon mély depresszió, és valóban, ahogy mondtad, ez statisztika is mutatja, hogy ilyenkor nagyon magas és kiugró az öngyilkosságoknak a száma. Ugyanis elveszette a talajt. Nem találja. Nagyon fontos lenne azt is megérteni, hogy ilyen esetben azért a nagyon nagy felelősség ott van a környezeten. Tehát ha látom és tudom például, hogy a negyedik emeleten Mariskának meghalt a férje, és most már ő tényleg egyedül van, akkor legyen bennem annyi Szenteste napján, vagy másnap, hogy legalább bekopogok, és azt mondom, hogy Mariska, én boldog karácsonyt, és megölelem. Ne vigyek semmit. Csak ennyi. Érezze, hogy nincs egyedül. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Az a tényállítás, hogy a vallásos emberek ritkábban követnek el öngyilkosságot, ez igaz? Vagy mit tapasztalsz? Két dolog. Az egyik, a vallásos ember az azért követel ritkábban öngyilkosságot, mert fél a büntetéstől. A hívő ember az meg nem is akar elkövetni öngyilkosságot. A vallásos ember pont azért, mert nem a hit van benne, csak a vallásossága, éppen ezért el tud jutni arra a pontra, hogy mégis öngyilkos lesz, mert azt mondja, hogy engem már úgy sem szeret az Isten. Nekem már úgy is mindegy. A hívő ember soha nem fog eljutni ide, mert azt tudja, hogy őt szereti az Isten. Sajnos egyébként nem lehet ezt így kimondani, hogy kevesebb. Én szerintem nagyjából egyenlő arány. Nagyon sok olyanról tudok, akik Istennek hála, hogy nem sikerült, az Isten csak visszatartotta őket, de azért próbálkoztak öngyilkossággal, akik egyébként nagyon vallásos emberkék voltak, meg nem te, de el tudtak jutni arra a szintre, amikor azt mondták, hogy nekik már úgy is teljesen mindegy. Teljesen mindegy, és akkor köszönjük szépen, ők kiszállunk ebből az életből, mert ez így nem jó. És amikor jó Isten úgy döntött, hogy mégis itt maradtok, tehát nem úgy mezat, hogy csak úgy magát csak győztök, akkor utána még a maradék vallásosság is eltűnt. Mert azt mondták, hogy még az Istennek se kellek. Tehát jött az amikor ilyen szinten bele tud valaki keseredni valamibe, akkor már az se jó, ha sikerül, az se jó, ha nem sikerül, meg már semmi nem jó. Jó, de az öngyilkosság büntetés az a pokol, nem? Tehát, hogy a felfogás szerint. Na most ugye gyakorlatilag azért nem teljesen. Tehát ugye megint csak azt mondom, hogy volt egy időszak, amikor automatikusan ez volt ugye a tendencia, öngyilkosság, pokol, el se temette a pap, meg temetőárka, meg nem tudom, micsoda. Tehát voltak ilyen dolgok. Azért hála jó Istennek, hogy volt egy nagyon bölcs pápánk, aki ezt átértékelte egy picit. Második János Pál pápánk volt az, aki picit belemélyedt ebbe a történetbe. És azt mondta, hogy tulajdonképpen a Teremtő Isten mindannyiunkat egy hatalmas életösztönnel áldott meg. Amikor valaki el tud jutni arra a pontra, hogy ezt az életösztönt kvázi kikapcsolja magába, és az öngyilkosságot elkövet, vagy megpróbálja legalábbis elkövetni, akkor tulajdonképpen valamilyen szinten egy pillanatnyi elmezavarnak kell lenni. Mert épp elmével nem tudsz magadnak ártani. És ugye a teológiánk azt mondja, hogy bűnt viszont csak tudva és akarva tudsz elkövetni.
És ezért mondta a Szent Atya azt, hogy innentől kezdve ne kárhoztassuk az öngyilkosokat azonnali pokorra, meg hogy semmit nem adunk nekik, mert ott, amikor ezt ő megcsinálta, ott kellett letni egy pillanatnyi elmezavarnak, tehát nem tudva és akarva cselekedett. Persze készült rá, nem tudom, de abban a pillanatban az nem tudva és akarva történt. És éppen ezért mondta ő azt, hogy no, természetesen ez biztos, hogy bűn, tehát ez nem jó dolog ez az egész, de mégse legyen ez a hihetetlen elutasítás és megvetés azok felé, akik vagy megtették, vagy megpróbálták ezt megtenni. Kanyarodjunk rá egy kicsit arra, hogy milyen évünk is volt idén, és egy aktuális hírrel szeretném kezdeni, ami tulajdonképpen nem egy mindenkit érintő hír, csak kíváncsiak a véleményedre, hogy Zala megyében Teskántban egy 69 éves férfi azt állította magáról, hogy képes meggyógyítani embereket, és kvázi a Jézus Krisztus reinkarnációjának, vagy újjászületésének tartott. Hallottál róla? Nem, de tényleg? Nagyon boldog vagyok ettől a hírtől. Tulajdonképpen bíróság elé állítják, meg elindult ellene egy eljárás. Mit gondolsz ezekről a jelenségekről? Gyakorlatilag egyébként minél rosszabb a helyzet, az emberek lelkébe, az emberek agyába, annál inkább és annál sűrűbben fognak megszületni az önjelölt proféták és önjelölt Isten inkarnációk, akik mindig kihasználják ezeket a dolgokat. Az, hogy ez a jó ember egyszer csak most előkerült a semmiből, és rájött arra, hogy ő egyébként Jézusnak a reinkarnációja, vagy micsoda, ez mind annak köszönhető, hogy az emberek egyszerűen kapaszkodnának valamibe, kérnék a segítséget valahonnan, csak nem tudják, hogy honnan kell azt kérni és keresni. És ilyenkor már bárki jó, és bármi jó. Ez a fajta életérzés, ez egyébként érdekes, mert ha visszaemlékszel, valamikor ott a gengszterváltás környékén hirtelen rengetegen lettek ilyen emberek. Akkor jelentem meg a csodagyógyítók. Tévis távgyógyító. Tedd a kezed a tév. Emlékszel? Persze. Nézd meg, hogy úgy lecsöngtek. Mert akkor volt megint egy olyan pont, amikor volt egyfajta rendszerünk, abba úgy jól elvótunk magunknak, azt úgy kihúzták a lábunk alól, van egy rendszerünk, amit egyébként nem tudjuk, hogy milyen lesz, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, és éppen ezért keressük, hogy mibe kapaszkodhatnánk bele. Most megint ott tartunk, hogy gyakorlatilag olyan szinten bizonytalan az egész mai világunk, az elmúlt éves különösen, tehát itt a háborúval, a válsággal, a inflációval, nem tudom, tehát olyan mértékű a bizonytalanság, hogy megint jön az, hogy kapaszkodjunk már bele valamibe, vagy valakibe. Csak az a baj, hogy lenne kibe kapaszkodni, úgy hívják, hogy Jóisten, na őbeli nem akarunk, pedig sokkal egyszerűbb lenne. Az év rég volt ilyen borzalmas évünk. Na. Kezdjük a háborúval. Igen. Ugye az egy még mindig fennálló probléma, vagy hát válság. Vagy a háború. Én úgy tudom, hogy Putyin egyébként vallásos ember, és ott a pátriarka, vagy pátriarka, hogy mondják pátriarka, így? Pátriarka, igen. Hogy nagy hatással van rá, én úgy tudom. Igen, tehát de egyébként, de amikor a háború kitört, most nem tudom, hogy az a vasárnap, vagy utánvaló vasárnap prédikáltam pont erről, hogy beleszőttük a prédikációba, hogy tulajdonképpen keresztény szempontból felfoghatatlan, ami történik. Van egy nagy orosz ország, mélyen vallásos orosz ország, orosz ortodoxia, pátriárkával, nem tudom. Van egy ukrán nép, aki szintén mélyen vallásos, ukrán ortodox, ráadásul a fele a moszkvai pátriárkátushoz tartozik. Két magát nagyon vallásos keresztény népnek tartó csapat szépen elkezd egymással háborulni, a nem tudni, hogy miért ráadásul, mert hogy igazán még nem, tehát 300 nap alatt nem tudtam kihámozni, hogy a két fél közül kinek jó-e. Találtam olyat, akinek jó, de az egyik sem ez a két fél. Tehát igazán nem értem a dolgot.
Igen, tehát Putyin is alapvetően egy vallásos emberke, mint jó, rossz, vezető, érthető módon. Ott ül a Szent Basilius Székesegyházban minden vasárnap, a pátriárkának a nagymiséjén. De ugyanez elmondható egyébként a háborúig legalábbis Zelenszky elnök úrról is, aki szintén, mint ukrán elnök, értelemszerűen az ukrán pátriárkának a miséjén ott van. Mert ez orosz vidéken az úgy kötelező. Hogy mégis tulajdonképpen miért kellett az egészet csinálni, jó, megvannak rá a teóriáim, de hogy az egyik népnek sem jó, és alapvetően a félvilágnak nem jó, ez biztos. Hogy meddig fog tartani, nagyon jó kérdés. Egyszer vége lesz, tehát ennyi mondjuk biztos, mert ebben a világon még olyan dolog nem történt, hanem nem lett egyszer vége. Tehát egyszer vége lesz. Egyszer el fog jönni az a bizonyos áldott béke, csak az áldott béke még nem lesz önmagában szép is. Mert ahogy én most látom a helyzetet, mire mondjuk holnap vége lenne a háborúnak, és adná a teremtő, hogy így legyen. Legalább egy 10 év kéne, hogy a sebek begyógyuljanak. Amit 1 év alatt okoztak. De szerinted a vallási vezetők miért nem tudnak hatni olyan emberekre, akik egyébként milyen hívők? Na itt megint bejön egy olyan dolog, hogy ugye megint a vallási vezetők. Két ortodox pátriárkáról beszélünk. Egy moszkvai pátriárkáról, meg egy kijevi. Itt is van konfliktus pátriárkáról. Egyébként kettejük között? És itt kezdődnek megint a dolgok. Igen, mert ugye a kijevi pátriárkátus az nem egy történelmi pátriárkátus, az mindig is a moszkvai pátriárkátusnak volt egy metropolitasága. Amikor ugye Szovjetunió szanaszéjjel hullotta magát, és megalakul az önálló Ukrajna, akkor a kijevi metropolita egyszer csak kikiáltotta magát pátriárkának. Most lettek olyan egyházközségek, egyházmegyék, akik azt mondták, hogy hát ők mindig is Moszkvához tartoztak, ezután is a moszkvai pátriárkához fognak tartozni, de lettek, akik azt mondták, hogy jó, van nekünk most már sajátunk, akkor tudnék, hogy az ortodoxia alapvetően nemzeti egyház. Vajon külön román ortodox egyház, szerb ortodox egyház, orosz ortodox, tehát ez a nemzeti egyház. Na most éppen ezért a két ortodoxia, az ukrán és az orosz ortodoxia, hát az finoman szólván nem szereti egymást. Innentől kezdve a két egyházi vezető, a két pátriárka a saját vezetőjére fog hatni, a másikére nem. Mm. Megint az ellentét, a nagy keresztény ellentét. És sajnos ezt látni folyamatosan széltig-hosszig a világban. Széltig-hosszig. Kicsit úgy érzem magam, amikor például jöttek ezzel, hogy akkor most egyik pátriárka ezt mondta, és a másik pátriárka azt mondta, az egyik pátriárkát még az Unióból is ki akarják utasítani, a másikat szeretettel fogadjuk. Kicsit olyan volt, mintha visszamentünk volna a középkorban, amikor az egyházak harcolnak, és az államok odaállnak az egyházak mellé, vagy a másik egyház ellen. Tehát könyörgöm, eltelt vagy 500 év azóta, még mindig itt tartunk. Itt. És itt. És itt is nincs új a nap alatt. Nincs új. És amíg itt megint csak azt mondom, hogy amíg nem jönnek rá arra, hogy igazán ennek a háborúnak egyik fél sem lesz győztese. Mind a két után hatalmas veszteségek vannak, nem beszélve az emberi veszteségekről. Mind a két után ott vannak az özvegyek, az árvák, az anyák, akik a fiaikat vesztették. Tehát nincs nyertes. Nincs nyertes. És hát az egész világra egyébként kiterjed ennek a hatása, mert fogadjuk el, hogy a jelenlegi helyzet, gazdasági helyzet egyik okozója, ugye a háború. Egyik okozója ez, és ez tény. Hogyan fogadjátok az embereknek a mondom azt, hogy rossz kedvét, de rossz az nem jó kifejezés erre, tehát hát hogy a csüggedtségét azzal kapcsolatban, ami éppen történik, akár gazdaságilag, akár körülöttük a világban. Nagyon nagy csüggedtség van az emberek lelkében, ez érzékelhető, egyre inkább érzékelhető. Csüggedtség, pessimizmus, úgysem lesz jobb, és van bennük egy feladottság, hogy már úgyis mindegy. Tehát nem tudok rajta változtatni, nem. Megpróbáljuk valamilyen szinten
kicsi lelküket rendbe rakni, hogy egyrészt nem kell feladni. Másrészt lesz jobb. Mert mindig lesz jobb. Harmadrészt abban igazuk van, azt mindig elmondom, hogy valóban mi már ezen nem tudunk mit változtatni. De nem is nekünk kell. Első körben is rá kéne bízzük ezt a jó Istenre. Tehát amikor az emberek akarnak Istent játszani, hogy megállítjuk a háborút ezzel, azzal, amazzal és amaz, és rájövünk, hogy nem megy. És nem a mi dolgunk. Tehát, hogy nem. Rá kéne bízni a jó Istenre végre, hogy a jó Isten adjon már egy kis eszet. Egy kis józan paraszti eszet. Meg szívbéli érzelmet. Hogy ezt nem csinálom. Amikor ezt meg tudod értetni az emberekkel, hogy tulajdonképpen a jó Isten el fogja ezt rendezni, de voltunk miértől már nagyobb szarba is. Abból is kitott a jó Isten. Hát reméljük, hogy nem leszünk ennél nagyobba. Reméljük, hogy most nem leszünk ettől nagyobba, de voltunk már annak idején. Onnan is kijöttünk. A jó Isten az mindig megmutatja az utat, hogy hogyan tudunk kijönni. A gondot szokott lenni, hogy nem veszük észre, mit akar nekünk mutatni. Kicsit olyan, mintha jó Isten a Bartók rádión beszélné, meg a kustót akarnám hallgatni. Nem fog működni. Rá kell tudjak hangolódni. Na most ezt a ráhangolást próbáljuk megcsinálni. Ráhangolni az embereket arra, hogy hogyan tudsz te mégis egy ilyen jelen pillanatban nagyon rossz világban, nagyon változó és bizonytalan légkörben, háborús légkörben, válságos légkörben, hogyan tudsz te mégis saját magadnak egyfajta talapzatot építeni, ami meg tudsz maradni, és ami nem sodor magával az ár. De ne sodorja, ez a legfontosabb. Ezt próbáljuk nekik megadni, és hát természetes, hogy ott vagyunk, amikor segíteni kell tevőlegesen is, megpróbálunk. Megpróbáljuk szépen mi is elmondani, hogy annak, akinek van, gondoljon már arra, akinek nincs. Valamilyen módon próbáljunk segíteni. Mi is menekülteket is segítettünk meg. Kint a határon is voltunk kint. Tehát megpróbálunk mindent megtenni, de itt is a kis nyugdíjat megkeressük, és tudjuk, hogy nincs neki, megpróbálunk. Tehát amikor elkezdesz egyébként a másikon segíteni, abban a pillanatban egyébként a saját problémáid elkezdenek összetörpülni. De az emberek kérnek segítséget? Egyre inkább igen. Egyre inkább igen. Tehát amíg volt egy... Tehát nem azon, hogy csendben megfagynak a házban, hanem... Igen, ezt mondom, hogy volt érdekes módon eddig egy olyan tendencia, hogy nagyon sok azt mondták, hogy ők nem kérnek segítséget. Inkább csöndesen megfagyunk otthon, de van bennem akkor emberi büszkeség, hogy én nem kérek segítséget. Mostanra egyébként, mintha ez a büszkeség úgy valahogy elfogyott volna. Valahogy elfogyott volna a büszkeség, amik nem baj. Tehát ez a fajta büszkeség ne is legyen. Elfogyott volna, mert mernek szólni, hogy segítség kell. Mernek szólni, aminek én nagyon örülök. Mert ugye csak akkor tudok segíteni, ha tudom róla, hogy problémád van. Ugye a néma gyereknek a papja se érti a szavát. És de ha szólsz, akkor megpróbáljuk. Nem ígérem, hogy menni is fog, mert én nem a mindenható vagyok, én csak egy lelkész vagyok, de megpróbáljuk, és amit tudunk, megteszünk. És örülök annak, hogy egyre inkább szólnak. Persze ez az is az ok, hogy egyre nagyobb a gond, és egyre többen vannak, akiknek gondjuk van. És ezért, és bizonyára most is megvannak azok, akik még mindig büszkeségből nem szólnak, de nagyon sokatnak már vagy nincs büszkeség, vagy eddig nem voltak olyan helyzetben, és most rögtön kérnek. És ugye Jézus azt mondta, kérjetek és kaptok, és próbálunk is adni. Ugye az országot járott turnézol, mit tapasztalsz, hogy kiknél van a legnagyobb probléma, az időseknél, akik egyedül vannak, vagy pedig a fiatalabb generációsra gyűlik ez a probléma? Két pólust lehet látni. Ugye egyrészt az idősek, főleg az egyedül lévő idősek, kis nyugdíjjal, egyedül, özvegyen, ott azért vannak erősen gondok. A másik pedig érdekes módon a fiatalok, fiatal családok, pláne vidéken, faluhelyen, kis falvakban, ahol ott van a 20 pár éves apuka, 20 pár éves anyuka, ma mondjuk már 1-2 gyerek, és gyakorlatilag pénz viszont nincs, hogy eltengődjenek, mert mondjuk csak a közmunka létezik. Még ha két közmunkás bért összerakok,
akkor is a mostani megemelkedett árak mellett az már nagyon kevés. Tehát főleg ez a két korosztályban. Nagyjából ugye a középkorosztály az úgy helyjel közel el van. Helyjel közel el van, az valahogy csak rájön, hogy vészeljen túl. Az idős korosztály már azt mondja, hogy ő már nem fog kapálózni, ez van, elfogadom, maximum megfagyok. A fiatal családok pedig, akik ilyen helyzetbe kerültek, azok próbálnak kérni, és próbálnak segítséget kérni, szerintem kapnak is, aki kér, megint csak ezt mondom. Mert hogy ott is előfordulnak, ilyen, tudunk ilyenről, hogy rá lennének szorulva volt, hogy vittünk is nekik segítséget, és el se fogadták. Mert az emberi büszkeség nagyobb volt, mint hogy ő elfogadja. Most ugye ilyenkor meg nem tudunk mit tenni, megpróbáltuk. Ez a két korosztály, ez a két szegmens, ahol egyre nagyobb a gond. Ugye azt te is említetted, hogy voltunk már ennél nagyobb pálcban az emberiség, de ki tudja, hogy ez hova fog majd még fejlődni, kulminálódni. Mit gondolsz, hogy olyan, hogy újra eljövetel, van olyan pont, amikor ez megtörténhet? Hát egyszer megfog. Tehát egyszer megfog. Ezt leírta a Szentírás, egyszer meg fog tört, egyszer csak jön újra vissza. Visszajön, és amit itt látunk magunk körül, az mind megszűnik. Azt mondja, hogy elpusztítom, és új eget és új földet teremtek. Ez van leírva a Szentírásban. Ez eléggé félelmetes, ne haragudj. Igen? Nem véletlenül mondják. Remélem, hogy akkor nem mostanában fog ez megtörténni. Nem véletlenül mondják ezt Armageddonnak is, ugye más szóval. Ugye az újra eljövetel, ez meg fog történni, ez biztos. Hogy mikor fog megtörténni, azt nem tudjuk, mert azt mondta Jézus, hogy sem a napot, sem az órát nem tudhatjátok. Éppen ezért kell mindig úgy éljetek, hogy bármikor megtörténhet. És készen legyél arra, hogy ez történni fog. Azt is mondja Jézus... Hogy legyen az ember erre készen, ne haragudj. Úgy legyél készen, hogy... elfogad, hogy itt a vége? Igen. Így. Tehát lehet, hogy nem megyünk most kínen a stúdióból, mert egyszer csak Jézus azt mondta, hogy hát akkor most. Ilyen kedv, most. Szuverén joga. És akkor készen vagy-e arra, hogy akkor ő most jön, és azt mondja, hogy na Levente, akkor nézzük csak. Gyűsz velem az új égre, új földre, vagy neked ennyi volt, az kakuk. Jó, de ez a halál, ez tulajdonképpen az Armageddon mindenkinek az életében. Így van. Erről meg adventben prédikáltam advent első vasárnapján pont, hogy az advent a készület, az arra készülünk, hogy egyszer Jézus megszületett, és jaj, de szép, készülünk arra, hogy egyszer csak visszajön, és találkozni kell vele face to face, és készülünk arra, hogy meghalunk, és akkor megint csak találkozni kell vele face to face. Az épp úgy egy világ vége számomra, mint ember. Mert ennek a világnak vége, egy másikba ébredek föl, ahol meg kell beszélni a jó Istennel, hogy akkor mi is történt, és hogy történt. Tehát készen kell állni arra, hogy ez bármikor megtörténhet. Viszont nagyon sokan mondják azt, hogy az a világ már megérett a pusztulásra, meg hát látjuk, hogy ez is van, meg az is, ó, itt a világ vége is. Jézus viszont nem ezt mondja. Nagyon szépen írja a Szentírás az evangéliumban, hogy majd amikor azt látjátok, hogy háborúk vannak itt is, meg ott is, meg földrengések vannak itt is, meg ott is, meg járványok pusztítanak, és azt gondoljátok, hogy itt a vég, akkor ne ijedjetek meg, mert ez még nem a vég. Ez még csak a kezdete. Tehát én ezért mondom azt, hogy talán ez még nem a vég, és talán nem holnap fog visszajönni Jézus, lehet, hogy visszajön, de talán nem, mert hogy ugyanakkor benne van egy olyan az ő isteni szívében, hogy ő mindenkit üdvözíteni szeretne. Tehát ő az utolsó utáni pillanatig vár, hogy az emberiségnek a legtöbb része felismerje a szeretetnek a parancsát. Ő erre vár. Erre vár, állítom. Én a helyébe, én egy türelmetlen ember vagyok, nem tudtam volna mennyit várni, de ő egy türelmes Isten. És ez a jó nekünk. Ez a jó nekünk, hogyha az emberek legalább oda el tudnának jutni, hogy látva ezt a tényleg nagyon sok borszalmat, ami most körülvesz minket, ha csak annyit megértenének, hogy nem csak nekem rossz, hanem a szomszédnak is rossz, és ha ketten egymást támogatjuk, akkor talán legalább kettőnknek jobb lesz. És ezt mindenki így csinálná, akkor egész szépé tudnánk varázsolni a legborzalmasabb helyzetet is. Ez olyan, mint ahogy Teréz anyánk mondta a világnak a tisztaságáról. Hogy azt mondta, hogy ha mindenki csak a saját portáját tisztára seperni, akkor tiszta volna az egész világ.
Igen, ez egy pontos, tűpontos meglátás. Igen. Nagyjából válaszolta egyébként erre a kérdés, ami következik, de azért felteszem, hogy hát, ha tudunk valamiféle kézzelfogható tanácsot adni arra vonatkozólag, hogy azok, akik úgy érzik, az életük kilátástalan, de hogy nem ilyen végletesen, csak hogy egyszerűen annyi probléma van, hogy nehéz vele megküzdeni. Azt érzi, hogy nincsen ennek tulajdonképpen vége, nem látja ennek a végét, ennek a problémát. Én olyan vagyok, aki, hogyha látja a dolgok végét, akkor fel tud rá készülni, összegyűjti az erejét, és végigviszi. De hogyha nem látom a végét, akkor az eléggé el tud hagyni a kedvem, a lelkesedésem. És ezért nyilván feszültség is születik bennem. Mit tudsz tanácsolni azoknak az embereknek, akik pont az ilyen kilátástalanság miatt tele vannak feszültséggel? Hogyan tudják ezt levezetni, csillapítani? Hogyan lehet egyáltalán valamiféle reményt látni a jövőben? Én mindenképpen azt tanácsolom ilyen esetekben, hogy próbáljunk meg a saját problémáink helyett a másik problémájával foglalkozni. Vegyük észre, hogy neki mi a problémája. Nem, csak azt mondják a legtöbb ember, tudod, amikor ne az én problémám foglalkozom a sajátoddal. Igen, nem ilyen szempontból, hanem olyan szempontból, hogy vegyük észre, hogy neki miben van hiánya, miben lehetek én a segítségére. És onnantól kezdve, hogy ha másiknak a gondját próbálom enyhíteni, akkor az én gondom egyre inkább kisebbedik. És egyre inkább meglátom a fényt ott az alagútnak a végén. Azért nem látom a fényt az alagút végén, pedig minden alagút végén van fény. Minden alagút végén van fény, ez biztos. Csak lehet az alagút az nem ilyen egyenes, hanem kicsit görbe. És amíg el nem jutok addig a pontig, addig nem fogom látni a fényt a végén. Odaig el kell jussak. Tehát ezt ki kell várjam. Kit akarja a kanyar? Ki kell várjam azt a pillanatot, amikor meglátom a fényt. Na most, hogyha az alagút elején már visszafordul, azt mondom, hogy nincs fény benne, akkor nem fogom megtalálni a fényt az életbe se. Sötétből megyek a sötétbe. Ahelyett, hogy a sötétbe mennék addig, amíg a fényt meg nem látom. És ennek a legjobb útja az, meg egyszerűen mondom, hogyha másik emberrel próbálok valami jót tenni. Sokkal könnyebben felnyílik a szemem, sokkal könnyebben eltelik az az idő, amíg az alagút ma a kanyarhoz elérek, hogy a fényt meglássam. Mi volt neked az idei évben a legfelemelőbb pillanatod? Volt egy jó pár, hála jó Istennek, de talán most egyébként pont itt az év végén volt az a pillanat, ami a non plusz útra volt nekem ebben az évben. Ebben múlt héten pénteken tartottuk a templomba a gyerkőcöknek a karácsonyi ünnepséget, Karácsony Mikulást egybekötve. Meg volt egy kicsit korai? Az a Mikuláshoz késői volt, Karácsonyhoz meg korai, úgyhogy összecsaptuk a kettőt, nem tudtuk máskor összeszervezni. És 25 gyerkőc, akik nem a gyülekezetünkhöz tartoznak, családsegítő központon keresztül jöttek oda hozzánk, nagyon szegény körülmények között élő gyerekek, és egy alapítvánnyal együtt szoktuk minden éven szervezni ezt a Mikulás ünnepséget, csak kaptak játékokat, kaptak forró kakaót, szendvicset, nem tudom, tehát meg voltak vendégelve, kis műsor volt nekik, stb. És volt egy kislány, ő kapott egy ilyen hálóban, ilyen pónilovakat, ez a nem tudom milyen pónilak hívják, nem értek hozzá, de volt benne vagy 5 vagy 6, vagy nem tudom hány ilyen különböző színes sörényű póni, és leült a templom közepén a szőnyegre, kibontotta, ültem ott egyik széken, beszélgettünk a Katával, oda jött hozzám, meghúzta zakómat, hogy papbácsi, pónizol velem? Nem mondom, pónizunk, kislányom. És leültem vele a szőnyegre, és elkezdtünk pónizni. Az a gyerek az valami hihetetlen sugárzásba tört ki. Tehát az elmondhatatlan. Elmondhatatlan. És utána kérdeztem a Katáitól, hogy mit lehet tudni a kislányra, én akkor láttam őket életemben először. És akkor elmondta a Kata, hogy a kislány az nagynén neveli, vagy nem tudom ki neveli, de nem a szülők nevelik, mert azok nem tudom, mire nevelik.
De hát ott is olyanok a körülmények, meg nem csak, hogy játék, nincs igazán foglalkozás, sincs a gyerekkel, tehát magába játszik, ha játszik. Tehát, hogy valakivel egyáltalán leülni, és akkor megélni a játék örömét. Szóval ilyennek a gyereknek még nem volt. És annyira látszott rajta, és annyira sugárzott az a gyerek, hogy én azóta is ebből a sugárzásból élek. Nekem szerintem pedig nagyon sok szép pillanatom volt az évben, mert volt. Gyönyörű szép esküvők voltak, akik nagyon meghatóak voltak. Volt az a bizonyos díjátadó, nagyon jól esett, és tényleg szép volt az egész, meg akik kapták, tehát jó volt velük egy színpadon állni. Tehát rengeteg jó pillanatom volt, de ez most nekem mindent überelt. Mi volt a legmegrendítőbb, legelgondolkodtatóbb? Talán abból is sajnos több volt. Ugye azt pontosan tudod, hogy nagyon sok temetést végzek havi szinten. Most ebbe az évben valami 600 temetést végeztem el. És sajnos, hogy nagyon sok a fiatal elhunyt. És volt az éven 2 vagy 3 gyermek temetésem is. Tehát az egy nagyon megrendítő dolog a szülőknek a fájdalmát átvenni valamilyen szinten, és nekik valamit mondani arra, valami biztatót, ami szinte a lehetetlenség kategóriája. Tehát voltak ilyenek. Volt egy olyan, amikor konkrétan álltam a ravatalozóba, és nem tudtam megszólalni. Az megrendítő volt. Tehát volt, több megrendítő pillanat is volt, de talán ez, amikor, aminek az volt az előzménye, hogy nem tudtam pontosan, hogy hova megyek. Mert hogy nem én lettem volna, helyettesítettem, beugrottam, stb. És beléptem a ravatalozóba, és megláttam az ekkora fehér koporsót, és leblokkoltam. És akkor, úristen, most akkor mi van? És akkor beszéltem a családdal, beszéltem, hát amennyire ők tudtak akkor beszélni, azt el tudott képzelni. És mégis, amikor vége volt a szertartásnak, ahogy az anyuka nyakamba borult, és úgy szólt, hogy majd összetörte a csontjaimat, és azt mondta, hogy köszönöm, atya. Kemény volt. Kemény. Ég, elsírod magad egyébként? Tehát, hogy te ezt megengeded magadnak? Meg, mert van az a pillanat, és van az az érzés, amikor az jön. És ha jön, annak jönnie kell. Tehát nem attól leszel kemény, meg nem tény, micsoda, hogy nem bőgöd el magad egy adott szituációban, de ha annak ott jönni kell, az úgyis ki fog jönni. És jöjjön ki, ugyanis ettől vagy ember. Mert hogy a pap is ember. Én még nem láttam papot sírni, csak ezért kérdezem. A pap is ember. Olyan érdekes, hogy mind a kettő történt, amit mondtál, mind a kettő gyermekhez kötődik. Igen. Én gyermekmániás vagyok. Hogy van gyermeked? Nekem van. Tényleg? Van, 17 éves lesz a leányom. Én, meg van egy imádnivaló unokahúgom, a húgomnak a kislányai most 3 esztendős lett. Tehát én rajongok a gyerekekért. A gyerekek azok végtelenül tiszta lények. Végtelenül őszinte lények. Sokszor pimaszul őszinte lények. Mindaddig, amíg meg nem feltűzik őket a hülyeségeinkkel. És akkor utána elkezdenek alakoskodni, mint a felnőttek. Pedig mennyivel jobb lenne a világ, ha úgy tudnánk maradni. És nem véletlenül mondta Jézus azt, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Mert ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Legyetek őszinték magyarul. Erről szólt Jézusnak a tanítása. Én rajok a gyerekekért, mert a kicsik még formálhatóak, a kicsikben még ott van az őszinte, az a végtelenül őszinte ős bizalom. Hát amivel születünk a világra, aztán elfelejtjük, hogy ez van. Bennük még bennük van. A nagyobbacska gyermekeknél, akkor eljutok abba a kamaszkorba, jön a lázadás, jön a mindennel dacolok, és ha mégis ott meg tudod fogni benne azt a egy pontot. Ez az erő, nem? Igen. Akkor azt a lázadást és azt az erőt, azt jó irányba tudja felhasználni.
De a gyerekek azok, azok nekem a mindeneim. Oké, próbálj meg egy mondatba, vagy egy szóba, hogyha lehet összefoglalni valamilyen útravalót a nézőknek a jövő évre vonatkozólag. Mi az, ami mondjuk erőt adhat, amiből merítkezhetnek a jövő évre nézve? Valami biztatót szeretnék, ne csóváld a fejedet, légy szíves. Kicsit úgy tűnt, hogy nem nagyon találsz ilyet. Egyetlen egy dolog van, amit hogyha ha valóban komolyan veszünk, és elhiszünk, és megértünk, akkor működik az életünk. Soha nem vagy egyedül. Soha. Még akkor sem, amikor egyedül akarsz lenni. Soha nem vagy egyedül. És innentől kezdve, ha nem vagyok egyedül, akkor mi bajom lehet? Van, aki vigyáz rám. Ez volt a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tartalmas beszélgetés volt. Fejtágító is volt egyben. Milyen évet kívánok neked? A sikeres az mehet? Vagy nem tudom. Sok munkával telít. Jó, de leginkább esküvés, keresztelős, ilyesmi munkával telít szeretnék kívánni, jó? Úgy legyen. Oké, köszönöm szépen. Én köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy a csillingeljen, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van idegrendszered, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy most már újabban a TikTokon is.